estét kívánok, kedves nézőink, hogy milyen is a makulátlan bőr, a láthatatlan smink, ezt hamarosan megtudjuk. A lényeg a természetes hatás, ugyanis a natur sminkek most is mindörökké köztünk lesznek, de nagyon fontos tudnunk, hogy miből is válogassunk, hogyha szeretjük a színeket, és hogyha a sminkünk nem áll meg egy kis szempilla spirálnál, hát ezzel indítjuk a mai műsort. Sűrűsné Erika és kedves modellje a vendégünk itt rögtön az elején. Sziasztok, jó estét! Üdvözlök a kedves nézőket! Ugye nagy az izgalom, mert egészen más sminkelni mondjuk több operatőr keresztüzében, mint egy szalomban. Most mi is köszönjük szépen, hogy erre vállalkoztál, egy csodálatos modellel érkeztél. Igen, ő a lányom. Ő a lányod? Igen. Hát ez tulajdonképpen akkor rögtön egy bók, ez egyetlen nem látszik, és köszönöm. Milyen jó dolog, akinek olyan anyukája van, hogy profi sminket készít neki, na de hát azért sajnos mindenki nem rendelkezik a családban profi sminkessel, és magunknak kell elkészíteni a sminkünket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valami olyan különlegességet ajánljunk a nézőknek, ami akár lehet egy alap smink, és esetleg valami több. De rád bízunk, Erika, mivel készültél? Hát először is az idei év slágere, végülis a láthatatlan smink, a natur smink, ami azt jelenti, hogy mint mindig könnyed textúrájú alapozókat használunk, BB krémeket használunk, nem divat a mat, a maszk hatású alapozás. Hidratált bőre, tiszta bőre, mindig azzal kezdjük a sminket. Nagyon divat lesz idén a bronz, a metál színek, az arany. Nagyon fontos, hogy csillogjon, ragyogjon minden hölgy idén. Ez lesz a divat. Ez lesz a menő. Ez akár napközben is elképzelhető, van, ez a csillogás? Minimálisan, igen. Ugye nagyon divat volt tavaly is, meg régóta a highlighter használata, amit igazából az arc mindig a legmagasabb pontján használunk. Vannak, akik ugye túlzásba esnek egy picit, napközben is elszalad velük az ecset. A highlighter is az ecset. Igen, de estére, alkalmakra lehet erőteljesen, és nappalra is, de mindig finoman. Ugye ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy tulajdonképpen van smink, és mégis úgy tűnik, hogy nincs smink. Mostanában a különböző közösségi oldalakon, Instagramon például sztárok is szívesen posztolnak olyan fotókat, amin ugye megmutatják a mesztelen valóságot, de hát egyrészt a különböző telefonoknak a szépítő funkciói miatt már lehet, hogy ez nem a valóság, és lehet, hogy azért ők is alkalmazzák ezt a bizonyos sminket, amitől olyan, mintha nem is lenne rajtuk. Így van, sem. És ez éppen azért, mert minimálisan és könnyed textúrájú anyagokat használunk, alapozókat. Nem kell elfedni teljesen. Például ugye nagyon sokan fedjük el a szeplőket, nem kell, az a természet. Ugye mi sminkesek most csináljuk is a szeplőket fotózásokra például, mert az divat, az a természetes, és a természetet nem szabad elfedni. Tehát akkor tulajdonképpen a tökéletlenség, vagy legalábbis az egyediség lehet, hogy éppen ebben a nagy univerzális divatban próbál egy kicsit hangsúlyt kapni, hogy tényleg ne legyünk teljesen olyanok, mint az átlag. Hamarosan itt hagyunk titeket egy kellemes alkotói fázisban, és visszatérünk, majd megnézzük, hogy mi is készült, akkor gyakorlatilag most, amit látunk, ugye, egy féloldalas történet? Igen. Tehát ezen az ez oldalon egy, már ez egy monosmink, ennyit még szeretnék elmondani, ez egy színből van megcsinálva, és ugye amit mondtam, hogy a fény és a csillogás, az a szemre is ugyanúgy kerüljön rá, és a végén pedig meg fogom mutatni, hogy egy ilyen egyszerű nappali viseletből hogy lehet csinálni egy bulis minket. Nos, nem lesz túl sok időd, egy beszélgetés erejéig dolgozhatsz, hát akkor jó munkát kívánunk. Mi pedig már is gyakorlatilag a csillogással folytatjuk, hiszen hazánk egyetlen amatőr klasszikus balett együttese, a Primavera Balett együttes immár 42 éve működik Nyíregyházán. Az utánpótlás hál' Istennek folyamatos, köszönhető ez a nívó és tehetségekért díjas, megyei Prima díjas és magyar köztársasági érdemkeresztes Feketiné Kun Ildikó odaadó munkájának és több mint 4 évtizedes tapasztalatának. Hát Ildikó, köszönöm, nagyon nagy szeretettel köszöntünk téged, és olyan szépen. Cuki voltál, hogy itt szerényen lehajtott fejjel hallgattad ezt a sok-sok
díjat, amiben ugye rengeteg munkaóra van, és tényleg a megérdemelt munkának az elismerése. Ahogy itt próbáltam átvezetni a beszélgetést, hát csillogás, hát mi más, ha egy balett gála előadás, ugye arról szól a szépségről, a tütükről, a balettcipőkről és minden kislánynak az álmáról, illetve hát a nagylányoknál azt gondolom, hogy a kitartásról, a hitről, és sokszor talán a nagyon-nagyon kemény próbáról. A munkáról. Most a finishben vagytok, és azért jöttél el hozzánk, hogy invitáljuk tulajdonképpen a nézőket is erre a tavaszi gálára. Mesélj egy picit. Március 30-án szombaton lesz, 6 órától a művelődési központban. Még csütörtökön tartok egy rendes próbát a baletteremben, szombat délelőtt főpróba. Szerencsére a jelmezek készen vannak, nagyon szépek. Kátai Ildikó iparművész tervezte, mint ahogy eddig is szokta. Az elmúlt 4 évtized alatt végig kísérőm volt. És az utolsó próba az a főpróba szombat délelőtt, ahol a színpadot bejárjuk. A díszlet már áll, nagyon szép. Tudnilik, a tenger szeretnénk valahogy a nézők elé varázsolni, mert Vangeliznek a zenéjére koreografáltam az akvatikumot, ami olyan, mintha egy akváriumban játszódna a gyerekek, a kisebbek, mert ugye a Primavera Balett Együttes több korosztály, a kisebbek héliumos légkörben táncolnak, és ez nagyon izgalmas, hogy mozgás közben, és mégiscsak fönnmaradt, szóval. És mindenféle tengeri lények, vagy minden kislány sellő akart lenni, esetleg valakire mondjuk a polip, vagy a rák szerepét is rá kellett osztanod? Annyira nem meghatározott a szerepkör, van tengerkirálynője természetesen, van aranyhalacskánk is, annak van mamája is, tehát, de ennyire nem határoztam meg. Inkább a színekkel variáltam, az élénk színekkel, ami egy korallzátonyban megtalálható, és az oda-vissza mozgásokat, a fölle mozgásokat próbáltam kihozni. Nem volt könnyű, bevallom őszintén, mert nagyon-nagyon, sőt, talán minimális klasszikus balettlépés van benne. Nem is olyan régiben egyébként itt találkoztunk ugye a stúdióban, amikor egy jótékonysági Igen. fellépésre készültettek. Igaz, hogy most ennek a beszélgetésnek nem ez a témám, az apropója, de azért röviden egy pár mondatban hogyan sikerült az előadás? Én azt hiszem, és remélem, és úgy gondolom, hogy a Primavera Balett Együttesnek és nekem is egy óriási élmény volt. Egy nagyon szép, nagyon elegáns, természetesen nem túl nagy művelődési házba léptünk föl Balkányban. Az előadás végén a papa elhozta a kislányt, találkozhattam a kislányjal, kezébe adhattam, hogy úgy mondjam, a keresetünket, és tudod, az a boldog öröm, amit láttam az arcán, és hogy fogta azt a gyűjtőurnát, az egy annyira megható és meghatározó élmény volt, hogy ahányszor eszembe jut, mindig azt mondom, hogy igen, megérte, kimentünk, dolgoztunk, de megérte, mert örömet szereztünk, sőt, nemrég kaptam a mamájától köszönő levelet, és mondta, hogy nagyon nagy segítség volt, és írtam, hogy használják sikerrel. Igen, azt nem is gondoltuk volna, hogy a kislány maga is ugye igen. ott lesz az előadáson. Hát csak most a végére hozta el a papa, igen. Most ugye szombat este nagyon sok kislány lesz, gondolom a nézőtéren is, akik még vágyakozva nézik a már színpadon táncolókat, és hát nagyon sok kislány lesz a színpadon is. Hogy álltok egyébként a kisfiúkkal? Van most táncosotok? Igen. Egy növendékem kiment Franciaországba tanulni, aki a Primavera Balett Együttes tagja volt, most már csak egy fiam van. Ez csak egy, azt jelenti, hogy ő egy tündér, egy csodálatos gyerek, aki mozgásban, technikában, akaratban, energiában a másik kettőt is, akik végül is ilyen-olyanokból elmentek egyelőre az együttesből, pótolja őket, mert valami hihetetlen energiával dolgozik. Ő egy szólót, egy nagyon szép férfi szólót táncol, tehát mondhatom, hogy egy nagyon szép, igazán klasszikus férfi szóló is lesz a programban. Ugye azért kérdeztem, hiszen hát nagyon híres balettáncosok vannak a világ balett színpadain, és hát valahol ugye az ember mindig vágyakozik arra, hogy kisfiúkat is lásson, akikből esetleg egyszer valóban hírességek lesznek. Ildikó, ez alatt a 4 évtized alatt, ami idő alatt, ugye rengeteget dolgoztál, koreografáltál, tehetséges tanulókat neveltél akár világhírű színpadokra is. Meg kellett változni egy picit a pedagógusi attitűdödnek? Hiszen a világ azért nagyon nagyot változott. Igen.
éreztem, és természetesen alkalmazkodtam, engedékenyebb lettem, nagyon szigorú voltam, de nagyon-nagyon szigorú, hiszen a klasszikus balettnek is nagyon szigorúak a szabályai. Tehát vele jár, hogy úgy mondjam. Ettől függetlenül valóban egy kicsit engedtem a dolgokon, de azért most is szigorú vagyok. Ja, a Fekete Hattyú című film jutott eszembe, ugye, hogy bizony a sikerért kemény. Sokszor milyen véres áldozatokat is kell hozni. Egy picit még akkor törjünk vissza a szombat estére. Egyrészt van-e még jegy? Lehet-e a kedves nézőket buzdítani arra, hogy megnézzék az előadást, vagy már csak alig-alig? Igen, van még néhány jegyünk, úgyhogy ott a helyszínen az előadás előtt lehet vásárolni, igen. És a teljes este az akváriumban játszódik? Nem. Koncertszámokkal kezdünk, nagyon izgalmas dolog. Az egyik a nagy-nagy kedvencem, José Carrerasnak van egy gyönyörű száma, a Mentenan, és azt egy teljesen modern koreográfia, ami úgy konferáltam Balkányba is, hogy a lelkem, azaz a lelkünkről szól. Nagyon izgalmas és nagyon-nagyon nagyszerűen táncolja a kis növendékem. Természetesen vannak klasszikus, hiszen klasszikus balett együttes vagyunk, nem is kevés és csodaszépek, nem azért dicsérem, mert én koreografáltam, hanem azért dicsérem, mert aki táncolja, gyönyörűen táncolja, van kánkánunk, úgyhogy az első felvonásunk végére lesz, és hát végül is a férfi szóló is ott van, úgyhogy a Orff Carmina Buránának az első tételét is megkoreografáltam, úgyhogy nagyon változatos, nagyon izgalmas, és én úgy gondolom, hogy szinte a közönséget az egyik hangulatból a másikba átvezetjük, és lehetjük egy kicsit, hogy úgy mondjam, megfényesedik az előadás végére. És amikor a függöny legördül, akkor ugye a te fejedben már ott vannak az újabb koreográfiák szerintem, vagy legalábbis részleteiben. Annyit árulj el nekünk, hogy van-e valamilyen nagyobb szabású terved már esetleg a jövőre, amit színpadra álmodsz éppen? Most a balettvizsga következik, és a Pinocchiót koreografálom, ami saját mese balett. Én alkottam a forgatókönyvét, a zenei szerkesztést, én végeztem, nagyon kemény munka volt, nagyon kemény, az volt a legnehezebb szerintem. Koreografálni már nem lesz annyira nehéz, de hát nyilván meg kell csinálni, és a növegékkel átvinni. Április közepétől kezdjük ezt a felkészülést a balettvizsgára. Nos, hát akkor tavaszi primavérás lendülettel kívánunk hozzá. Nagyon jó munkát és sok sikert. Köszönjük szépen, Erika, hogy itt voltál. Én köszönöm. És akkor mi meg, nézd, megkukkantjuk, hogy Erika mire is jutott ez alatt az idő alatt. Lehet, hogy úgy érezte, hogy nagyon szűkre mértük az időt, de hát ugye a forgatókönyvünk az itt nagyon pontosan meg van álmodva, és ahogy látom, már csak az utolsó simítások, vagy ecset vonások készülnek. Ti ezt otthon gyakoroljátok, Erika? Én általában a lányomon próbálom ki mindig az új termékeket, az új anyagokat, ugyebár, hogy nehogy a vendégen valami csúszson el, ami nem sikerül. Ő rajta tapasztalom ki a gyermekemen, hogy mennyire tartós az anyag. Hát ugye minőségi termékekkel dolgozunk mi sminkesek, és még annyit szerettem volna elmondani, hogy a matrúzsok idén kimennek a divatból, de a szájfény az most nagyon mindent visz, de nem kell kidobni a matrúzsokat, mert a matrúzsra rá lehet vinni a szájfényt, és ott és mennyire tartósak ezek, mert hogy általában szerintem a legtöbb nőnek az a problémája, hogy folyton újra kell fényezni. A szájfények azok, ugye tudjuk, hogy azok nem tartósak. A matrúzsok nagyon tartósak, de viszont nagyon szárítják az ajkokat. Hosszú időn keresztül használni nem egészséges a matrúzsokat. Tehát mindenképpen jó, igen? Hogyha szájfényt és is vásárolunk. Ugye tudjuk azt, hogy az idei a koralszín lesz nagyon menő, és a sok arcpirosító, meg az alsó szemhéj hangsúlyozása. Van ebben különbség, hogy mondjuk tavasszal, vagy nyáron? Inkább a színek. Például a rúzsokban a barna, a kávé barna, a barna árnyalatai, mert a 2019-es év egy meleg év. És ezért ugye a meleg színek, amik trendek lesznek. Meséld el, hogy mi készült, pontosan milyen anyagokkal dolgoztál? Dizire én egy BB krémet használtam, ugye nem alapozott, mert a BB krém az egy könnyű textúrájú, színezett hidratáló krém.
20 faktoros fényvédőt tartalmaz, ugye nagyon fontos, hogy nyáron is óvjuk a bőrünket. A szemére egy barna, világos, melegbarna színt használtam, ezt egy picit ugye feldobtam egy pici selyemporral. Kérünk egy kis közelít, és azt kérjük, hogy csukd be a szép szemecskéidet, hogy még jobban meg tudjuk nézni. Most dolgoztatjuk egy kicsit a fiúkat, hogy tehát ilyen szép arcról tényleg érdemes közeli képet adni. Azt nagyon jó megjegyezni, hogy ez, ami fénylik rajta, ezt direkt is úgy csináltam, mert van az a fényes bőr, amikor valakinek a zsíros hatás látszik, mert tényleg zsírosodik a bőre. Na, ő neki visszafogottabban kell ezeknek a vendégeknek, nekik le kell mattítani valamennyire, de viszont ez lesz igen a trendi, hogy ilyen fényes legyen, és üde, és ragyogó legyen az arcbőr. És akkor most azért mondjuk, hogy hova érdemes tehát ezeket a bizonyos fényeket fölhelyezni az arcnak, mely részei? A highlightert az arccsontra, ugye ez a legmagasabb pontja. Én szoktam tenni az ajkaknak a V-ívére. Illetve, ha este megyünk, akkor egy picit az orrocskára, egy picit, nagyon sokan a homlokra is tesznek, én viszont csak a szemöldök csúcsa felé, mert ugye ez a legmagasabb pontja a homlokunknak. És említetted, hogy nagyon-nagyon sok pirosító. A igen, képzeljétek el, hogy pirosítót. Régen ugye úgy volt tavaly, hogy az almácskákra teszük. Most ugye hétköznapokban nem fontos drasztikus pirosítást használni, és teljesen, hogy rámegyünk a fél arcra, illetve lehet menni egy picit az orra is. Úgyhogy ez most egy ilyen trend. Hát a divat guruk ezt jól kitalálták, de én ezeket tényleg csak fotózásokra ajánlom az ilyen, hogy nagyon, mert azért az emberek sajnos nem mindig, meg nem is lehet mindenbe követni a divatot, mert a természetesség az még mindig a természetesség. Ez nagyon jó, hogy ezt mondod, mert láttam egy pár videót, ami arról szólt, hogy szinte tényleg döbbenetes változást képes a smink eredményezni. Mondjuk egy nagyon-nagyon bőrhibás, vagy borzalmasan mondjuk pigment hiányos bőrt is megfelelő alapozóval szinte teljesen tökéletesre lehet varázsolni, de olyankor mindig az a kérdésem, hogy mi történik akkor, amikor ezt lemossuk, és mondjuk, hogyha egy lány netalántán éppen így ismerkedik meg, és aztán igen, mondjuk egy jó átbulizott éjszaka után a partnere megpillantja, hogy mi van a smink alatt, azért az valljuk be elég illúzió romboló lehet. Igen, hát ugye ezek, ugye, hogy a korrektorok azok ugye elfednek dolgokat. Természetesen én azt mondom, hogy fotózásokra fedje el, de az utcára nem kell. Ugye tényleg vannak olyan bőrhibák, amiket lehetetlen elfedni. De most azzal többet ártunk egy bőrnek, ha telemaszkoljuk, telepakoljuk, és csak azért, mert hogy most így lássanak. Nem szabad. Nem hiába tényleg, hogy az idén ez a természetesség, ez nagyon-nagyon sok nőnek, fiatal lánynak jót fog tenni, mert fiatalok is nagyon-nagyon matító alapozókat használnak, és látom, hogy ez a bőrüknek egyáltalán nem tesz. Így van, és ugye, hogy ezt a úgynevezett vastag vakolatot véletlenül mondjuk nem mossa le az ember tökéletesen, akkor valóban sokkal nagyobb kárt okoz, tehát pár így év van. Után aztán már nincs az a mennyiségű smink, amivel esetleg ezt lehetne korrigálni. Illetve még az idén kevesebb kontúrt fognak használni. Hát ugye van a kontúrozás, amikor ugye, ha valakinek nincsen arccsontja, akkor ugye árnyékulunk, és akkor ezáltal a beesettebb lesz a kis arca, ugye kiemelkedik az arccsontja. Ezt is idén minimálisra fogták, vagy fogjuk. Erika, azt szeretném tőled kérdezni, ha már itt most erről a bizonyos kontúrozásról beszéltél. Elsősorban szerintem ezt a hölgyek értik ezt a témát, hogy rengeteg mindent lehet például vásárolni most már a különböző drogériákban, gondolok itt sminkpalettákra, de már nem csak a drogériákban, szinte a kínai boltokban is. Ugyanakkor mindenki megpróbálkozik ennek a technikának az elsajátításával, de hát azért ez nem olyan egyszerű, valljuk be. Nem, nagyon sokan például ugye elmennek drogériába. Persze, van a professzionális termék és a drogériába, amit vásárolunk. Ez lakossági termék. Mi az a különbség, bocsáss azok meg? Nem olyan tartósak, illetve nem olyan jó minőségűek? Így van. Hát ott egy nem biztos, hogy egy szemhéj bázis olyan sokáig fog tartani reggeltől reggelig, mint például egy mennyasszony esetében. Mi sminkesek nem dolgozhatunk lakossági termékekkel, de ugyanúgy ugye fodrászok sem dolgoznak lakossági termékekkel, illetve hogy olyan hibába esnek a fiatal lányok, ugye én oktatok is, és
Hát ő elment választani magának alapozót. Alapozót soha nem itt nézünk, mert a kézfejünk és az arcbőrünk nem egyforma. Az alapozónak mindig meg kell egyezni, ha nyitott ruhában vagyunk, a dekoltással. Hát ezt el sem tudom képzelni, hogy bemegyek a boltba, fölkenem. Nem főleg... ott, akkor itt próbáljuk ki, mert ez esik a legközelebb a nyakhoz, illetve a dekoltáshoz. Sok olyan dolog van, amit azt gondolom, hogy tanulnunk kellene, ha már egyszer mondjuk bármiféle smink ecsetet vagy palettát veszünk a kezünkbe. Szerinted egy átlagos magyar nő smink kultúrája, az nem tudom, a nullától tízig tartó mércén, az körülbelül hol van? A nők nem merészek, a magyar nők. Kik a merészek egyébként? Mondjuk akkor most az oroszok? Az orosz nők, igen, ők nagyon merészek. Ez gyönyörű alapokkal is bírnak általában. Igen, ők szerintem világelsők, mint műkörömben, mint sminkben, mindenben szerintem. Tehát akkor... Az orosz nők nem félnek a vörös rúzs használatától, és az pedig egy örök divat. A vörös rúzs, és ők bátran hétköznapokban is. Mert elég, ha csak kihúzod a tusvonalkádat, szempillaspirál, egy vörös rúzs, és ott van, toppon van. Nos, akkor most így már nagyon fogy az időnk. Aki most kedvet kapott ahhoz, hogy ha nem is professzionális termékekkel, de mondjuk nagyon trendi sminket készítsen, esetleg utána olvas videókat nézeget, akkor mit javasolsz? Mi az, amit feltétlenül be kell szereznie? Milyen színekben gondolkodjon? Milyen eszközökben, ecsetekben? Hát mindenféleképpen tényleg nagyon minőségi alapozót vegyen, a bőrének megfelelőet. Hidratált bőrön mutat igazából szépen egy alap, és ugye a ház is egy alapra épül. Bőrének megfelelő legyen, nem muszáj szín, de használhat bátran színeket, menjen el tanulni. És gondolom, hogy menjen el egy profi sminkeshez, és ha egyszer látja, hogy mi mindent lehet tulajdonképpen az ő alapjaival kezdeni, és mik azok a vonásai, amit esetleg ő maga sem gondol, hogy ki lehet emelni, akkor lehet, hogy utána már bátrabban kísérletezik. Igen. Hát köszönjük. Igen, szépen. Köszönjük szépen. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Kedves nézők, mi pedig folytatjuk. Többek között dr. Kiss Gábor címzetes főiskolai tanár is megkapta idén a Radnóti Miklós antirasszista díjat. Az elismerést 2000 óta minden évben odaítélik, de ez volt az első alkalom, hogy az ünnepség színhelyéül egy vidéki várost választottak a szervezők. A Radnóti Miklós antirasszista díjat 2000-ben alapította a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége. A díj a társadalmi élet különböző területén tevékenykedő bármely magánszemélynek odaítélhető, aki munkásságával, véleményformáló kiállásával, személyes példamutatásával fellép a rasszizmus, az antiszemitizmus és a kirekesztés bármely formája ellen. A díj alapítói arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy vannak olyan folyamatok a világban és hazánkban is, amelynek következménye egyes embercsoportok kitaszítása, hátrányos megkülönböztetése lehet. Köszöntőjében Máté Antal elmondta, a kirekesztés, a rasszizmus, a gyűlölet sajnos rendszeresen felbukkan a mai társadalmakban is. Úgy véli, nem csak a polgármesternek, hanem a városnak is megtiszteltetés, hogy az idei díjátadót Nyírbátorban rendezték. Az ünnepségen Hegedűs D. Géza színművész felolvasta Bár Miklós Váci püspök és Heisler András mazsihisz elnök díjazottakat köszöntő levelét, valamint a laudációkat. Az elismeréseket Hanti Vilmos a MEASZ elnöke adta át. A díjazottak között vannak közéleti szereplők, újságírók és művészek is. Az egyik díjazott dr. Kiss Gábor címzetes főiskolai tanár, akit nagy örömmel tölt el a kitüntetés. Egyrészt azért, mert visszagondolni készített engem a szüleimre, akiknek a sírján kavics darabok állnak, mert hogy mi annak idején zsidóbérencek voltunk, és sendőri fegyverzet alatt is álltak a szüleim egy időre. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nekik szóló tisztesség. Én magam pedig igyekeztem mindenféle kirekesztés, gyűlölködés ellen fellépni a közéleti tevékenységem során. Sok cikket írtam a zsidó szomszédainkról, azoknak a tragikus sorsáról, és boldog vagyok, hogy a nyíregyházi holokauszt emlékművet is a megyei önkormányzat jóvoltából sikerült felállítanunk, és hogy mondhattam egy avató beszédet. Hát én már kit válasszak, virágom, virágom, te engemet én.
A diátadón Hegedűs D. Géza mellett közreműködött Gerendás Péter, a Rubov Janka együttes, valamint nyírbátori zenészek.